Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 20-án. Mielőtt kezdeném ezt a jóslást, felhívnám a figyelmeteket a Valentin napi akcióra. Én ezt már indítom, hogy időben meg tudjátok rendelni, és időben megkapjátok akkor a videót február 14-éig. Ebben a jóslásban van egy szerelmi kirakás, és összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. A díjam 5000 forint. És most megtekintjük ezt a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Ez a kép ott fent mutatja az ő gondolatait és terveit. Ő úton van. Keres egy új irányt. Valamit lezárt, maga mögött hagyott, de nem tudja, hogy mi vár rá, mert az új part még nem látható. Ez nála egy átmeneti időszak. A második kártyán megnézzük az ő érzelmeit. Ez a kislány mutatja az ő tartását, és ez kihat az ő érzelmeire. Ennél a kislánynál láthatjuk azt, hogy egy érem van a kezében, és úgy gondolja, ez az utolsó. Fél attól, hogy elveszíti. A háttérben ott van ez a szent kép és a többi érem, de ez a kislány nem figyel oda, nem veszi észre. És ez most az ő tartása, nem látja a lehetőségeket, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, vagy a pénzt, vagy elveszít titeket, mert itt belső értékekről is szó van. Az is lehet, hogy valaki befolyásolja őt, erre utal az ötös szám, és megpróbálja őt anyagilag kihasználni. És most megtekintjük a következő kártyát, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt erőről van szó. Ti adjátok számára az erőt. Szüksége van a ti segítségetekre. Ő bizonytalan, vannak félelmei, keres egy új irányt, lehet, hogy keres egy közös kiutat. És most megtekintjük a napi kártyát. Itt a horgonyról van szó. Ő úgy érzi, hogy nálatok legyökerezett, vagy ez a vágya. A Le Nomád kártyánál a horgony a munkát is jelenti, az lehet nála egy munkahelyi változás. Keres egy új utat, arra utal az első kép is, és fontos számára az, hogy legyökerezzen, lehorgonyozzon, hogy megtalálja a helyét az életben, a munkahelyén is, és a párkapcsolat területén is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!